Sziasztok! Ebben a videóban sikerről szeretnénk beszámolni nektek. A történet a következő. A Nagy Lajos király útján az őrsvezérterétől az Erzsébet királyné útjáig tartó több, mint 3 kilométeres szakaszon, a villamos sínek között és azok mentén a homokos, köves, szemetes talaj nem csak esztétikai, hanem egészségkárosító hatása miatt is problémát jelent a kerület lakói számára. Mind szakértői, mind pedig lakossági vélemények alapján elmondható, hogy a környéken tapasztalható szállópor fokozott jelenlétét a sínek környezetének jelenlegi állapota okozza. A fővárosban hasonló helyzetet sikeresen oldottak meg füvesítéssel, többek között Óbudán. Így a probléma megoldása érdekében hasonló javaslattal tavaly kezdetben a jegyzőhöz fordultunk, majd a hivatal tanácsára a főépítészi irodához. Hamarosan kaptunk is visszajelzést, miszerint Zugló kerület építési szabályzatának felülvizsgálata során partnerségi véleményként kezelik javaslatunkat. Az eredmény? 2021 márciusában elkészült a szakmai rendeletek megalkotása, javaslatunk pedig bekerült a településképi rendeletbe. Tehát a Zugló városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet magában foglalja, hogy a közút felújítása, átépítése esetén a közúti vasúti pályát füvesítetten kell kialakítani. Nem szabad elfeledkeznünk azonban a Nagy Lajos király útján végigfutó szervízút állapotáról, amelynek kizöldítése elengedhetetlen lesz a probléma teljes körű orvoslásához.